Sziasztok, kedves AVTV nézők, én Komáromi Barnabás vagyok, és hoztam nektek ismét egy travel fejhallgatót. Mostanában több prémium kategóriás utazós bluetoothos fülest mutattunk már be, és megint igen, mert hogy ez a kategória manapság egyre szebben fejlődik, és olyan újdonságokkal találkozunk, amik valamiben hozzá tudnak adni ehhez a kategóriához, felhívva azok érdeklődését, akik 100-130 ezer forint körüli összeget áldoznának egy mindennapokonban használható telefonálós, zenehallgatós prémium fejhallgatóra, és ez volna jelen esetben a Beyer Dynamic műhelyéből érkezett Lagoon ANC nevű fülköré fekvő fejhallgató. A korábbi tesztekben is említettem, hogy sok mindent elárul a füleshez mellékelt védőtok, és ezúttal sincsen másképp. Sajnos nem lehet teljesen csuklósan összehajtogatni a fülest, viszont még ezzel együtt is, hogyha ebbe beletesszük, akkor nem foglal sok helyet. Ez az elegáns kis keményfalú cipzáras védőtok hatékonyan megvédheti befektetésünket, és így félig összecsukva tudjuk benne tárolni a fülest. Kapunk egyébként mellé egy Type-C és egy 3,5-es jack-jack kábelt, nézzétek el nekem, hogy most nem lóbálom itt őket, de higgyétek el, hogy részei a csomagnak, és ez lenne maga a füles. Matt fekete külsőt kapunk, ezek a külső idomok rajta kivétel nélkül műanyagból, de jó minőségű műanyagból készültek, kellemes tapintást kapunk, az élvezetések sorjamentesek, tehát tényleg nélkülöz mindenfajta olyan részletet, amit bárki is gagyinak vagy igénytelennek jellemezne, tényleg érződik rajta, hogy ez egy minőségi füles. A szár betétnek a külseje az egy ilyen fém lemezből van, a kategóriától megszokott módon ilyen kerregős mechanizmussal. A fülpárnák azok 90 fokban kiforgathatóak, és maguk a párnák nagyon puha, kényeztetőnek tűnő szivacsal vannak bélelve, és ilyen műbőrszerű kárpitozás található rajtuk, épp úgy, mint a fejpántnak a kialakítása. A Lagoon ANC fül köré fekvő kialakítású, úgyhogy ez egy nagyobb méretű füles, de nem akkora, mint mondjuk egy fül köré fekvő otthoni hifi füles. A fejlesztők megpróbáltak törekedni egy optimális, nem túl bumszli méretre, ami jelen esetben látható az én aránylag nagy fejemen, hogy nem olyan nagy a füles, hogy kirívóan harsány legyen. Arany középutat, átmenetet képvisel, nem tudom, hogy mennyire ismeritek például a Custom One Street és Custom One Pro füleseket, egy A közötti méretnek tűnik. Egyéb iránt találunk rajta fizikai kapcsolókat, nyomógombokat nem, csak kapcsolókat, ezek ilyen toló kapcsolók. Az egyikkel kibekapcsolást és Bluetooth párosítást tudunk végezni, a másikkal pedig az aktív zajszűrést tudjuk egyes, illetve kettes erősségűre kapcsolni. A töltés korszerű módon példaértékűen, ha már nem nézzük jó szemmel, hogyha mikro USB-t tesznek egy fülesre, és ezúttal sem tették helyes módon, ugyanis már a sokkal kényelmesebb Type-C ajzattal találkozunk, ami fel tudja tölteni a beépített akkumulátort, ebben az esetben körülbelül 20-25 óra üzemidőre számíthatunk. A lejátszás vezérlése pedig, ahogy említettem, nem gombok szolgálnak, hanem trendi módon, ahogy manapság már a Bose is, meg a Sony is, meg nyilván mások is kezdenek el ráállni, érintésünket érzékelő felületen tudjuk állítani a zenei navigációt, hogyha előre-hátra simítjuk a gombunk, az ujjunkkal ezt a felületet, föl le, hogyha a hangerőt, igen, bocsánat, szeretnénk állítani, illetve hogyha kétszer nyomjuk, akkor meg tudjuk állítani a zenét, fogadjuk a hívásokat, stb. Ami a színeket illeti, mert hogy muszáj beszélnünk a színekről, nem mintha a gyári színekre gondolnék, mert csak a fekete Traveller és barna Explorer opciók közül lehet választani, ám de a fejhallgató rendhagyó módon beépített LED segítségével mindenféle színekben képes pompázni, és mi magunk állíthatjuk be, hogy ez a belső világítás, nem tudom, hogy most így mennyire látjátok így a kamerán keresztül, de a valóságban meglehetősen feltűnő és félig idegesítő is, hogy így pulzál meg világít a füles. Az első gondolat, minek? Tehát így ránéz az ember és nem érti, hogy mi értelme van egy hangszorú kamerát belülről kivilágítani.
Ez olyan, mintha mondjuk a WC csésze alá beépítenénk neonfényt. Tök jó, mert ránézünk, és akkor így utána boldogabban fogjuk végezni a dolgunkat, vagy nem tudom, de nincsen gyakorlati haszna, gondolná az ember elsőre. A gyakorlatban azért megpróbált a gyártó ezt praktikussá tenni, és nem csak a fiatalokat megfogni ezzel, mint egy ilyen optikai tuninggal, ugyanis, hogyha mondjuk letesszük a fülest, akkor egy idő után abba hagyja ezt a színes pulzálást, és az egyik kamra pirosan, a másik pedig fehéren világít. Nem fogom tudni, nem tudom, hogy most úgy dönte, hogy ezt majd így akarja, mindegy. Higgyétek el nekem, hogy néha szokott ilyet is csinálni, és akkor így, ha a sötétbe keressük a... Na most, igen. Sikerült rajta kapni! És ez azért jó, mert mondjuk a sötétbe... Hol a fülesem? Ja, ott van. Melyik oldal? Melyik? Ja, ez az. Jó, ez nem egy gyakorlati előny. Mert csak az egyik oldalon vannak kapcsolók, és akkor az ember agya egy idő után megjegyzi, hogy ez itt a jobb oldal. És kész. De mégis van gyakorlati előnye ezeknek a gyönyörűségeknek, mert ha például töltjük a fejhallgatót, akkor már messziről, méterekről látjuk azt, hogy még alacsony a töltöttsége, mert akkor pirosan világít. Vagy még csak közepes, mert akkor sárgán világít. Ha meg full fel van töltve, akkor zölden világít. És ez jó pofa. És még egy utolsó, lehet, hogy belemagyarázom, de említhető előnye van ennek, hogy ha letesszük a fülest, akkor világít, ami azt jelenti, hogy még nincs kikapcsolva. Emlékeztet minket, hogy ha már nem akarsz rajtam zenét hallgatni, akkor kapcsolj ki, és nem merül tovább az akkumulátor. Szerkesztő kollégám az előbb kikérdezett a kamera mögül, hogy amúgy nem kapcsol ki magától? Egy hónapja használom már a füles, de nem tudok erre határozottan válaszolni. Elképzelhető, hogy néha tényleg fogja magát és csicsibe lép, de inkább egyfajta készenléti állapotba kerül, mert hogyha mondjuk valaki, ami nem is baj, mert hogyha valaki mondjuk az irodában dolgozik és jön egy váratlan telefonhívás, akkor még kibe kapcsi, párosítás. Nem, egyszerűen csak felveszi, fogadja a hívást és tud beszélni. Na de lépjünk túl ezen a funkción, beszéljünk a sokatok számára fontosabb tényezőkről, mint például a komfortról. Nem tudom, hogy az olvasók közül kiküldtek már mondjuk 3-as BMW-ben, tök mindegy, hogy első vagy hátsó ülésen, de nekem erről a fejhallgatóról a 3-as BMW jutott eszembe, azzal a futóművel, azzal a feszesen kárpitozott, kicsit kemény ülésgarnitúrával. Az ember alapvetően nem érzi azt, hogy leterhelni őt a használat. Nem frusztráló, de azért úgy mégis érezni, hogy a füles úgy tisztességesen úgy körbeveszi a fület, úgy markánsan rajta van a fejen. Nem az a kényeztető érzés, nem olyan, mintha egy ilyen fotelban eldőlne az ember, hanem van egyfajta enyhe keménység, feszessége ezeknek a párnáknak, aminek megvan az az előnye a másik oldalról, hogy kapunk egy ilyen stabilitás, meg biztonságérzetet. Érezteti a fejhallgató, hogy ő rajta marad a fejünkön, nem kell attól paráznunk, hogy le fog esni rólunk, csak akkor fog lejönni a fejünkről, ha megfogjuk és levesszük. Általában megemlítjük, hogy jár ezekhez a fülesekhez applikáció is, ami néha teljesen használhatatlan, néha meg jó, hogy van, csak senkit nem érdekel. Jelen esetben fontos, hogy a felhasználó letöltse és kipróbálja legalább egyszer az applikációt, mert ez az úgynevezett MIY vagy MAI alkalmazás, ez egyfajta kalibrációt is lehetővé tesz. A füles a mi hallásunkhoz mérten beállít egy hangszín szabályzót, hogyha lehet így nevezni, és akkor ezzel a hangszín szabályzóval a mi hallásunknak a kompenzálásával fogja megszólaltatni az összes hangot, ami beérkezik a fejhallgatóba. Hogyha valakit ez nagyon zavar, mert például engem egy kicsit zavart az, hogy egy bizonyos részleteket így felkeményített, meg így kiemelt, meg így magasba húzott a füles, akkor a jó hír az, hogy van egy csúszka, és akkor be lehet állítani, hogy mennyire akarjuk, hogy a kalibrált hang érvényesüljön. Az aktív zajzár még bizonyára sokatokat érdekel, hogy milyen, mennyire jó, mennyire rossz. Mostanában kapunk kommenteket a videókhoz, hogy hát valahogy azért bemutathatnánk az aktív zajzárat. Ezt így kamerán keresztül nem lehet tökéletesen és pontosan úgy bemutatni, ahogy az ember a saját fülével hallja. Mindazonáltal, csak hogy a lényeget mondjam, nem tökéletes az aktív zajszűrése, de nem is rossz. Inkább azt mondanám, hogy jelképes értékű, mert valamit tényleg csinál,
hogyha az ember felszáll vele egy buszra, vagy metróra, vagy teljesen mindegy autóra, repülőre ül vele, akkor érezni azt, hogy a legmélyebb mély hangokból valamennyit kiolt a füles, de tényleg csak az alsó szub-basszus tartományhoz nyúl hozzá. Nagyon sok ilyen mély-közép frekvenciát egyáltalán nem kezel. Ez nem feltétlenül baj, de hogyha valaki azt akarja, hogy amikor felveszi a fülest, akkor ilyen vákumszerű síri csönd legyen körülötte, akkor ettől a terméktől ezt nem fogja megkapni. Szóval, hogyha valakinek nagyon fontos az ANC, akkor legjobban akkor jár, hogyha ő személyesen ezt kipróbálja. Mert lehet, hogy valakinek ez már tökéletesen elég, és lehet, hogy másnak meg ez pont semmit nem ér. Még akkor se, hogyha kettes fokozaton használjuk az ANC-t, ráadásul a kettes fokozatnál egyfajta diszkomfort érzet alakult ki, nekem legalábbis, míg az egyessel vígan ellébecoltam, és nem bántam azt, hogy bizonyos részletek behallatszanak a külvilágból. Ugyanis a passzív zajszűrése ennek a fejhallgatónak viszont jobb, mint sok más konkurensé. Végül, de nem utolsó sorban elérkeztünk egy kulcsfontosságú tulajdonsághoz, ami minden másnál fontosabb kéne, hogy legyen, a hangminőség. Ezen a téren a Beyer Dynamic nem gondolnám túlzásnak, hogy a legjobbak közé sorolható. Lehetséges, hogy komfortban, zajszűrésben, megjelenésben, funkciókban vannak egyes fülesek, amik jobbak. Például a beépített mikrofon is olyan összességében jónak mondható, de erős zajban nem annyira hatékony. Szóval bele lehet kötni nagyon sokféle szempontból, lehet kritizálni ezeket a fényeket is, de a hangján tényleg érezni azt, hogy egy közel 100 éves múltú audio gyártó cégnek a termékével van az embernek dolga. Még egy kicsit visszafogottan jelentem ezt ki, de nagyon úgy tűnik, hogy végre elérkeztünk arra a pontra, hogy már lehet a vezeték nélküli fejhallgatókról is hifis szempontok alapján beszélgetni, még hogyha nem is érik el az audiofil hasonló összegbe kerülő társaikat, amik természetesen teljesen más célra vannak, képesek olyan zenei élményt nyújtani a hallgatónak, ami egy magával ragadó, kifinomult, részletgazdag és a zene természetét, hangulatát feltáró zenei élmény. Jelen esetben nagyon jó sztereó színpadot kapunk, nagyon jó dinamikát, egy pici mélységérzetet, sztereó mozgást a sztereó térben, részletek irányítottsággal szólalnak meg, mindegyik zenei stílusnak és albumnak van egy picit eltérő karaktere, úgyhogy a Beyer Dynamic szakértelme az itt elsősorban a hangminőségben mutatkozik meg. Lehet, hogy más szempontokból bele tudunk kötni a fülesbe, de ebbe az egybe biztosan nem, hogyha az ANC és Strava fejhallgató kategórián belül kéne ezt a terméket mérlegelni. Egy szó mint száz, a hangminőség lesz az, ami miatt érdemes lesz ezt a terméket meghallgatni. Hogyha valakinek nem tetszik a hangja a Bose-nak, vagy a Beats-nek, vagy ki tudja milyen fülesnek, mert az túl puhának, túl óvatosnak, túl Bluetooth-osnak találja, hiányzik belőle az a kristályos definiáltság, akkor érdemes tenni egy próbát a Laguna ANC-vel is. Lehet, hogy ez nem lesz annyira kényeztetően komfortos, lehet, hogy ez telefonálásra nem a legtökéletesebb, de hogyha valaki útközben zenét akar hallgatni, akkor ebben az A-kategóriában ez tényleg az egyik legjobb hangminőség, amivel mi eddig találkoztunk. Ez volt tehát bemutató videónk a Lagoon ANC-ről. Hogyha van nektek is tapasztalatotok a fülessel kapcsolatban, akkor ne féljetek kiderni a komment szekcióban, minden hozzászólást örömmel fogadunk, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!